elég komoly a hiány mindenből. Megpróbáljuk egyből a kórházba vinni, ez attól függ nyilván, hogy most éppen milyen a helyzet. Itt vagyunk Fényes Litkénél, lejöttünk ide, ez a település 17 kilométerre található az ukrán határtól. Ide hoztunk le egy szállítmányt, ami orvosi eszközökből áll, magánadományokként kaptuk ezeket, és lehoztuk ide, hogy átjuttassák a határon, és a rászorulóknak átadják ezeket az orvosi eszközöket. Engem Máté Csabának hívnak, Szabolcs-Veresmarton, illetve az itt lévő közeli települések, határmenti településeknek vagyok a papja, a parókusa, és görögkatolikus lelkészként szolgálok itt, és a határ közelében lévén nyilván amellett, hogy az egyházi szolgálatot látom már ezeken a településeken, így Új-Dombrádon, Dombrádon, Tiszakanyáron, Kékcsén, Dögében, Fényeslitkén, Kisvárdán, és illetve a tiszamenti tanyavilágban. Amellett létrehoztunk 11 évvel ezelőtt egy először házi segítségnyújtó szolgálatot, ami kinőtte magát mára, kibővült egy összetett intézményrendszeré, ami azt jelenti, hogy házi segítségnyújtásnak, vagy ellátást, demens ellátást, tehát idős leépült demens embereknek a nappali ellátását, szociális étkeztetést, anyagondnokságokat, tehát a tiszamenti tanyáknak, falvaknak az ellátását gépkocsis segítséggel is tudjuk végezni, illetve két bölcsődét már most üzemeltetünk, van egy bölcsődénk, ahol kifejezetten hátrányos helyzetű szegény sorsú embereknek a gyerekei vannak. Itt nyilván ehhez kapcsolódik egy réteg pasztoráció is, tehát nyilván a szülőket is igyekszünk megtalálni, megszólítani, nem csak a gyerekeiket, és nyilván érzik a biztonságot és érzik a szeretetet. Pont ma fogalmazta meg az egyik szülő, hogy azért szeretjük magukat, mert itt tapintható a szeretet és a gondoskodás. Ennek én nagyon örülök, nyilván a munkatársaink ilyen lelkületűek, tehát ez fontos, és a házi segítségnyújtás a legnagyobb, ott 768 embert gondozunk naponta. Az idős emberek javarészt vagy magányos, vagy még él a férje, felesége, de azért a gyermekeik javarészt már vagy Budapest, Miskolc, Debrecen, külföld, tehát elmentek innen, ők itt maradtak, nyilván ők már nem nagyon mozdulnak, tehát az ő gondozásuk az egy alapvetően fontos központi szempont számunkra, mind lelki, mind fizikai egészségügyi értelemben. Próbálunk nekik segíteni, amiben tudunk. Egyrésztről, másrésztről pedig a Covid alatt megtapasztaltuk azt a fajta elmagányosodást, ami itt is azért ezeknek az embereknek a számára. Révén idős emberekük be voltak zárva. Tehát tőlünk nem áll távol az extrém helyzetekben az, hogy segítséget nyújtsunk. Aztán ehhez kapcsolódóan talált meg a háború kitörésének majdnem csak az első vagy második napján, már most nem tudom, az egyik paptársam hívott fel, hogy itt van egy család, ki ebből jöttek, két kisgyerek, nagymama, édesanyja, édesapa, tehát még át tudtak jönni határon. Itt átmenti helyzet van, hogy tudunk-e tartós elhelyezést biztosítani, ők nem tudnak. És akkor így, én így találkoztam az első menekültekkel, akik elmondták, hogy ők lentről jöttek, a Krím-félszigetről jöttek, onnan menekültek el, hosszú évtizedek után ott éltek, nyilván az volt az ő otthonuk, életterük, Kijevbe. Kijevben ugye megint csak háborús helyzet, menekültek ide, és dolgozni szeretnének, beszeretnének az itt életbe kapcsolódni, illetve hát szeretnék, ameddig lehet nyilván itt maradni, mert nem tudják, hogy mi lesz velük, hiszen az életterüket gyakorlatilag valószínűleg elpusztult, vagy ha nem is, akkor olyan sérülések érték nyilván háború következtében, amit ők nem tudnak innen megállapítani, hogy vissza tudnak-e, vagy hogy mikor tudnak visszamenni. Szóval ez volt az első találkozás, illetve az, hogy a Kárpátaljai Karitasz vezetője, talán Szent Pantaleimon Karitasz, egy görög katolikus atya, Péter atya, és ő kezdett el átjönni, és mondta, hogy mikre van szükség, és akkor így elkezdtünk mi is gyűjteni, beszerezni, amit tudtunk összerakni élelmiszerben, ruhában, gyógyszerben. De mivel én budapesti vagyok, ezért nyilván más a mozgásterem, mások
kapcsolati tőkém egészen másként alakul, ezért megkerestek nagyon sokan, és egyre többen is többen kapcsolódtak be ebbe a támogatásra. Mára már, akik aktívan támogatják a munkánkat, azok több százan vannak. Ez egy óriási dolog, nekem is egy óriási dolog a bizalom. Az, hogy bíznak bennünk, az, hogy tudják, hogy akár pénzt, akár élelmiszert, akár gyógyszert, akár ruhát, bármit hoznak, tudják, hogy oda juttatjuk és célba juttatjuk. Ugyanis nekem is volt egy ilyen dilemmám. Azért is kértem lehetőséget, hogy a humanitárius folyosóban engedjenek be minket is, tehát kapjak egy olyan fajta diplomáciai engedélyt, hogy tudjak átmenni, hogy ne kelljen nekem ott sorba állni, hanem tudjak menni-jönni célirányosan. Ez sikerült is nagyon gyorsan. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt sikerült a külügyminisztériumon keresztül, szinte azonnal megkaptuk. És ezzel a doktornővel együtt, és akkor így elkezdtünk átjárni, hogy először mi lássuk, hogy mi van ott. Tehát végigjártunk nagyon sok falut, ezeket is dokumentáltuk, megkérdeztünk nagyon sok embert, nyilván kórházba bementünk, iskolába, idős emberekhez, menekültekhez, menekült szállásokra, árvaházba, csomó olyan helyre már, ahol menekültek vannak. A mostani adatok szerint olyan 400 000 menekült van, aki nem jön már át. Tehát ezek olyan menekültek, akik ott maradnak, ezek az emberek valószínűleg azt tervezik, hogy vagy Kárpátalján telepszenek le, mert itt most még nincs háború, illetve nem érezhetők nyilván ennek a háborúnak az olyan értelemben vett hatása, amit azért menekültként sajnos sokan beszámolnak róla, hogy megtapasztalnak. A másik oldal pedig az, hogy próbálnak belőlük jó néhányan visszatérni. Tehát ez volt az egyik, ami nekem felfedezés volt, hogy az ott lévőket, illetve a magyarok, a kárpátaljai magyarok, ők közel 150 ezeren vannak ott, ők is javarészt ugye idősek. Ez azt jelenti, hogy a papa-mama otthon maradt őrizni a házat. Ne törjék fel, ne foglalják el, ne rabolják ki. Ezeknek a családtagjai egy minimális része besorozva harcol valahol épp a háborúban. Egy részük viszont külföldön dolgozik már régóta. Tehát látszik az, hogy van a férfi rétegből egy komolyabb réteg, akik külföldön, illetve Magyarországon dolgoznak, többségében inkább külföldön, Olaszországban, Németországban, Franciaországban, Svájcban. Tehát ezeken, amiket így hallottam beszámolókból, tehát ők nyilván eleve fogadták a menekültek egy jelentős részét. Tehát a menekültek ide érkeztek itt a határ mentén, mind a katolikus, mind a civil karitas, mind az önkéntesek, fiatalok, idősebbek egyaránt, egyházak elkezdték ezt, elég komolyan ezt a munkát, az Áhonyi Polgármesteri Hivatal is, az ottani atya is, tehát hogy tényleg, vagy akár a Beregsurányi része, vagy még lejjebb ott ezeken a részeken is, tehát látszik az, hogy Barabás, ugye az a másik ilyen pont. Tehát ugye ezeket ugye azért elkezdték támogatni elég komolyan. Csak én azt vettem észre, és erről be is számoltak, hogy most már ami kamionok érkeznek, tehát a nagyobb teljesítményű szállítmányok, amik mondjuk ilyen sok milliós tétel, azokat már nem engedik Kárpátalja felé, hanem nagyon sok esetben átirányítják a frontra. Ez azt jelenti, hogy nyilván ugye ezek az emberek ebből nem részesülnek, hiszen más irányba megy. Ezért mi, amit elkezdtünk, meg ezek a Caritas vezető atyák elkezdtek, hogy jönnek, elmondják, hogy a befolyt adományokból például most legutóbb április 1-ével indítottunk el egy kis ingyen konyhát, oda vásároltunk mikrohullámú sütőket, hűtőgépet, mosogatógépet, tehát azokat az eszközöket, amik szükségesek, hogy egyáltalán el tudjon egy ilyen kis konyha indulni, meg hát ehhez aztán visszük a nyersanyagot, tehát elmondják, hogy mi kell. Most jött egy lista, éppen tegnap olvastam gyógyszerrel kapcsolatban, azt már továbbítottam például Budapestre, gyógyszerellátó cégekhez, akik szintén segítenek, ők is elkezdték összegyűjteni, amikor összegyűl, lehozzák, átvisszük. Tehát mi megpróbáljuk oda, közvetlenül oda juttatni, arra a helyre, legyen az a menekült pont, vagy legyen ez egy család, ahogy mutattam is az előbb azokat a fotókat neked. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekünk az elsődleges feladatunk, legalábbis azok, akik hozzám kapcsolódnak, mert én ezt látom saját feladatként fontosnak, hogy menjünk át, és ott segítsünk. Kifejezetten az ott maradottaknak, mert hogy azok ott az elég sokan vannak. Tehát ha a magyarokat, a menekülteket, az ott élő ruszinokat nézem, az egy olyan 7-800 ezer ember. Én úgy látom, hogy érkeznek azért ilyen kisebb kis buszokkal, karitaszos segélyszállítmányok itt-ott, tehát hogy van, aki át mer menni és át tudnak menni,
De nagyobb méretű nem érkezhet, mert mondom, hogy a kamion már nem engedi, már más irányba viszik. Legalábbis ez a mostani információ, ezt megerősítették már többen is. Nyilván az is lehet, hogy vannak kamionok, amik aztán bejuthatnak és bevihetik, ha ilyenfajta valamilyen diplomáciai lehetőséget találnak, vagy ezzel tudnak segíteni, akkor bejuthat. De ebből biztos, hogy nagyon kevés van, mert a tapasztalatunk az, hogy minden, amit oda viszünk, az azért bőven elfogja. Tehát felszívódik, mert azért ha ezt nézed, mondjuk ezek az emberek tényleg most állás nélkül, fizetés nélkül, a maradék pénzükből vannak ott, amit meg tudtak menteni, és be tudtak rakni a bőrönbe, és eljöttek. Azok, akiknek több pénzük, jövedelmük van, akikről beszélnek egyébként, hogy milyen autókkal jönnek, ők már rég elmentek, tehát ők már régen nem itt vannak, ők már vagy Budapesten, vagy nyugaton vannak, vagy megvásároltak itt házakat, és ott élnek, és várják, hogy hazamehessenek. Tehát van egy ilyen réteg is. Nyilván az ő életükben is ez egy trauma, hiszen ha belegondolsz ebbe, hogy hiába mondjuk jobb az életszínvonalad, mondjuk Budapestet nézed, hiába jobb életszínvonalon élsz, hogyha szétlövik a házadat, és mondjuk a bankban van valami spórolt pénzed, ami több, mint az átlagnak, akkor is szétlőttik a házadat, tehát ergo ő ugyanúgy valamilyen szinten lenullázódik, legalábbis az életterét tekintve. Nem tudjuk azt, hogy a Kárpátokon túl mi van, nagyon kevés a hiteles információ, azt tudjuk, hogy vannak most már olyan kapcsolataink is, hogy akár a katonai konvojon keresztül el lehet juttatni dolgokat, ahogy mondtam is ki ebbe például azokat a csecsemőre elő ampulákat, ami a 16 kievi újszülött kora szülött számára került kiszállításra. És ez meg biztos, hogy odaért, mert a doktornő hívta a doktornőt azonnal, mint megkapták. Köszönjük, itt van, megkaptuk, dolgozunk vele és használjuk. Tehát, hogy ilyen lehetőségek is vannak. A háború tekintetében, amit lehet látni, hogy ez a totális lerohanós történet, azért ez nem egészen egyértelmű. Tehát amit mi látunk, akár a Facebookon, akár a tévében, akár a médiában, bárhol, azért ezeknek egy jelentős részét a menekültekkel beszélgetve úgy látom, hogy azért nem lehet 100%-osan megerősíteni, fogalmazunk így. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk nézzük akár a Mariupolt, nem tudjuk, hogy ott mi történt pontosan. Nem tudjuk azt, hogy a civil lakosságot milyen mértékben, vagy hogyan bombázták, vagy egyáltalán, hogy engedték el onnan. Mert akikkel találkozunk, azok a menekültek, akik például onnan jönnek, ők azonnal a háború kitörésekor kocsi és amit tudtak, fogtak, vittek és elindultak. De akik nem indultak el, hogy milyen indítatásból, hogy ott tartják-e őket akár, vagy hogy nem akarja hagyni a házát, mint a kárpátaljai, mert fél ott hagyni, ezeket nem tudjuk. Áldozatok biztos, hogy vannak, az áldozatok számát tekintve viszont nincsenek biztos értesülések. Megfigyeljétek, a médiában sosem mondanak számokat, mert senki nem tudja. Egyrészt nem lehet filmezni, ők készítenek filmeket, tehát legyen az mondjuk egy ukrán filmes operatőr, akik egyáltalán juttatnak el képi vagy hanganyagot, de nem tudjuk azt, hogy ez most pontosan milyen objektivitással bír, vagy mit akar célozni, vagy mit akar a világgal tudatni. És nyilvánvalóan oda menni, meg most volt ilyen próbálkozás, hogy igen, akkor toljuk ki ebbe a határ, és menjünk át a Kárpátokon túl. Igen, ez nagyon jól hangzik, de még a Kárpátokon innen lévő embereket segíteni is baromi nehéz. Tehát azokat, akik tényleg, mert ezt látod, tehát mutattam a fotókat, láttad, hogy milyen kisgyerekek, meg milyen, ez a szint. Tehát egy ilyen gyereken nem tudsz úgy, tehát nincs még olyan fajta szakosított segítség, ami például a traumakezelésben segítség. És akkor azt mondod, hogy na, ezek az emberek azt kezdik el csinálni, hogy a háborús traumát segítenek egyáltalán feldolgozni vagy kezelni. Nem beszél valahogy nyelv problémák is vannak, tehát egy részük beszél angolul. Nyilván mi magyarok azért kevésbé beszélünk oroszul vagy ukránul, a többségünk az még az én generációmnak kötelező volt, tehát innentől kezdve mondanom se kell, hogy az ember nem akarta a szovjet időszakban ezt megtanulni. Én most már sajnálom, hozzáteszem, mert most tök jól jönne, hogyha ott lenne, mert akkor tudnék velük, angolul kommunikálok velük, amennyire lehet, illetve hát viszünk tolmácsot, de egy tolmáccsal sose ugyanaz, mint amikor az élő nyelvet értve beszélsz. Tehát nyilván a tolmács az valamennyit visszaad belőle, de hogy ő azt pontosan mit ad ebből vissza, vagy mit nem, ezt nyilván nem tudjuk. Tehát ki leül egy pappal valaki beszélni, és mondjuk gyónni akar, akkor ha nem tudja azt a nyelvet, amit a pap, akkor azt hogy gyóntatod sehogy.
Tehát, hogy nem tudsz vele lelki beszélgetést folytatni, mert most hogy vonok be egy tök idegen, külsős embert egy lelki beszélgetésbe, tehát teljesen lehetetlen. Ez így nem működik. Nagyon nehéz. Én azért mondom, hogy egyből őket kerestem meg. Tehát én nem is gondolkodtam ezen, mert nekem fontos volt, hogy az ott élők közül jó néhányan én együtt tanultam a szemináriumban, tehát ismerem őket jól személyesen, és nem is volt kérdés számomra, hogy ha oda viszem, az garancia arra, hogy az tényleg ott lesz, azt ő kiosztja, az oda kerül. Tehát nem az van, mert nagyon sok ilyen hír van, hogy hát nem oda jut, meg kiaítják, meg nem veszik komolyan, meg az élelmiszert kidobálják. Én ilyet nem láttam. Láttam ilyen fotókat feltérni, tettek fel, hogy így széthaigálva minden, de őszintén vagyok hozzátok, én Kárpát-tenyőt nem láttam, hogy bármi ki lett volna dobva. Ott mindent megesznek. Tehát, hogy ott örül, hogy evidens, hogy örül, hogy legalább van mit tál, hogy nem az, hogy most igen, akkor nyilván ott is van egy, tehát látható a helyi, nevezzük karhatalmi rétegnek, ez mai napig megvan. Tehát van egyfajta ilyen félmilitáris jelenlét is, az érezhető. Amellett, hogy katonai övezet, tehát nyilván katonák is vannak, mindenhol cirkálnak géppisztolyos katonák, lépten nyomon találkozhatsz. Igen, Kárpátalján is a zöld határokat nagyon figyelik, tehát ahol próbálnak szökni a férfiak. Azt nem engedik, azt parancsban, hogy azt kátolják mindenféleképpen. Tehát nem engedik ki a férfiakat, mert hogy azt mondják, hogy harcolnod kell, ha tetszik, ha nem. Nyilván ebből indulok ki, most így belegondolsz, hogy 19 éves férfi ember, aki épp most kezdi az életet, bizonyára az a legfőbb vágya, hogy egy olyan háborúban harcoljon, ahol körülbelül 2 perc alatt megölik, mert mire kibiztosítaná, hát én csak magamban indulok ki, aki kaptam még a katonai kiképzést annó, ha csak abból indulok, hogy én se tudnám most ebben a helyzetben kibiztosítani, és főleg nem rátartani valakire. Tehát ha csak ezt nézed, akkor már azt mondod, hogy már itt megfőtt a történet, mert mondjuk egy harcedzett katona, egy veterán katona kb. 2 perc alatt leszed egy ilyen srácot, aki mondjuk nem tudja csőretülteni. Tehát ez nem is kérdés, tehát értelmetlen is, mert gyakorlatilag azelőtt meghal, mielőtt elkezdett volna bármilyen háborús tevékenységet, mert nincsen benne, nincs is felkészítve. Tehát, hogy most, ha így belegondolsz, jól néz ki, ugye az új generáció már játszik ilyen háborús játékokban is, az egy játék. De amikor élesbe valakire el kell tartani a fegyvert, azért az már nem olyan evidens. Tehát én beszéltem még olyan katona emberrel, idősebb emberrel itthon, aki háborút megjárt idős emberek voltak. Hát olyan dolgokról számoltak be, 20 évesen kivitték, 21 évesen Levente volt. Hát hol tudta ő azt? Csak azt tudta, hogy oda tették elé a géppisztolyt, felhúzták, az idősebb katona közölte, hogy na húzd meg. És akkor ott jöttek, és ott mindenki feküdt. Tehát azért ez az élmény, tehát maga ez a trauma élmény, hogy te embereket gyilkolsz anélkül, hogy szeretnél. És ugye erről nem nagyon beszélnek nekik, és a másik oldal meg mondjuk, hogyha egy menekültet nézek, ha nem is az ő házába csapódott a rakéta, de mondjuk ha 500 méterre csapódott be egy rakéta, akkor is az egy akkora trauma, ez egy akkora fény, meg hang, meg minden hatás, hogy csak az önmagában véve is az embernek az egész lelkivilágát úgy, ahogy van felforgat. Nem tudja, hogy hol van, harcol-e, nem harcol-e, meghalt-e, éle. Mi van vele? Tehát, hogy nem tudják, ezt így van. És akkor elindul így egy család, akiket átsegítesz a határon egy anya gyerekeivel, és mondja, hogy nem tudom, hogy hol a férjem. Ez az egyik oldal. A másik, ami viszont nekem nagyon tetszett, most a határon innen beszéltem egy ukrán hölgyel, akinek a férje magyar, ő ukrán, a gyermekük, a fiúk magyar, és ő nagyon aranyos volt, és nagyon aranyosan elmondta, hogy nagyon hálás Magyarországnak. Tehát, hogy minden tekintetben, és itt tényleg nem politikai szempontból nézve, de tényleg említette a kormánytól elkezdve mindenkit, mert hogy ők ott vannak, és ők azt érzékelik, hogy segíteni akarunk. És én is ezt érzékelem. Úgyhogy minden ezen a úton is szeretném mindenkinek megköszönni, aki érzi azt, hogy bármit akar tenni érte, legyen az akár, amit ti is csináltok a tájékoztatás, vagy legyen az, amiben beleáll, és azt mondja, hogy elküldöm, idehozom, átmegyek, bármilyen formája jó. Mert én azt gondolom, hogy egy ilyen fajta helyzetben, ahol egy ilyen széles palettája van a segítségnyújtási kérdésnek, ott minden jó. És nyilván az egy bátorság az, hogy átmész, az biztos, de ugyanakkor meg én azt látom, hogy például addig, ameddig nem háborús övezet Kárpátalja, igen, mondják, hogy azért vigyázni kell, de minket azért én úgy látom, hogy minket egy háziakat azért nem egyáltalán nem úgy vesznek, tehát nem egy katona sem.
Tehát ők másképp néznek egy papra, nyilván ők más látnak benne, és ez jó. Tehát ez azért egy garancia arra, hogy például nem lesz olyan helyzet, hogy neked támad és golomba módon elkezd veled vitatkozni, hogy mit keresel itt. Hanem látja, hogy kiszállok, látja, hogy reverendá vagyok, és ha viszem, akkor nem szól semmit. Azt mondja, hogy vidd. De mondom, ami nekem nagyon-nagyon jó esett most, hogy Budapesten voltam többször, az a számtalan ember, aki látom, hogy segíteni akar. És azt mondják, hogy már hogy a városi ember érzéketlen, ez nem igaz. Magyarországon ma mindenkiben van érzékenység, én azt látom a legkisebbtől a legnagyobbig, ez foglalkoztat minket, valamilyen szinten genetikailag azért a magyar emberben benne van ez. Ezért is utasítok mindig vissza minden olyat, amikor valaki azt mondja, hogy a magyar ember nem akar segíteni, vagy nem tud, vagy befelé fordul, ez nem igaz. Legyen az a migráns ember, aki menekül, most tökéletesen látszik az, hogy ezeket az embereket, amikor mi tapasztaljuk meg, hogy ezek menekültek, háborús menekült, olyan szerintem még itt nem volt, hogy ne segítettek volna rajta. Vagy ne adnának neki egy tájételt, vagy ne vinnék el a határa, mint hogy ez most működik is. Tehát innen is mennek a buszok, vonatok, autók, tehát viszik őket. És vannak ilyen visszaélők, akik így euróért kőkeményen, hogy fizes, tehát csempészek vannak most is. Tehát vannak ilyen élmények azért ebben, de a többség nem ilyen. Ahogy most ezzel az ukrán hölgyel beszéltem itt, akár a kisfia borzasztóan félt. Akartam neki adni egy húsvéti gumicukrot, azt pont vettem itt a bölcsiseinknek többet, és oda akartam adni az egyik dobozzal, és először így nézett rám, és mondta, hogy ne félj, pap vagyok, nem akarlak bántani, szeretnék neked ajándékot adni, és nézett az anyukájára, bátorta, hogy akkor most mi van. És ott az anyukája elfogadhatod nyugodtan. Tehát, hogy látszik ez, hogy van bennük egy érdekes dolog ez amikor azt mondják, hogy te menekült vagy, de itt nem szívesen fetett. Van egy ilyen vonulat is biztos, hogy félnek attól, hogy tényleg fogadjuk el. És amikor megtapasztalják, hogy fogadod, hogy segítesz, hogy nyújtod a kezed, akkor megnyugszik, és egy kicsit akkor feloldódik, és akkor elfogadja jobban. Meg hát sírnak, hát nagyon sok, de többször tapasztaltam ezt, hogy leül és sír, és megköszöni, és hálás. Mindenért, mindenki egyaránt, hát hogy ne, mert most én mindig abba gondolok be ellenkező esetben, hogy én, ha most ezt kéne tennem a családommal, és menekülnöm kéne, és van egy család, aki ha csak egy estére is befogad és enni ad, és le tudok tusolni mondjuk, akkor az milyen élmény. Meg volt egy élményem, ezt még elmondom nektek, megosztom veletek, ez nagyon megdöbbentő volt. Jöttem az a Budapestről, épp akkor megint telefonáltak Barabásról egy önkéntes, egy karitaszos, hogy van egy hölgy, akit elvittek kismama Nyíregyházára a kórházban, mert veszélyeztetett terhes, elvitték, majd utána ellátták és visszahozták Domrádig, ez az én egyik filiám. A Domrád az a Tiszaparton, tehát abban az irányban van, a Tiszaparton kisfaházak vannak, régi táborhelyek, és letették egy ilyenbe 16 fokba ezt a hölgyet. Én nem tudtam, hogy 8 hónapos terhes, tehát hogy áldott állapotban, 8 hónapos pocaklakó van a szív alatt, csak ott szembesültünk vele. És azzal is szembesültünk, hogy covidos. Most ebben a helyzetben én hoztam magammal a harangozómat, mert mondom, nyilván nem megyek egyedül, hogy ne féljen, meg felvettem a reverendámat megint, hogy ne félj, tehát nem kell félned, hogy lássa, hogy segíteni akarunk. És akkor oda mentünk, tényleg ott volt, kapott injekciókat, és elmondta, hogy a férje a határnál van. Közben a másik görög atya, aki ott szolgál Beregdarócon, István atya, ő meg felvette a férjét. Mi felvettük őt, és akkor indultunk egymás felé. Tehát, hogy hol hogy találkozzunk, hogy lássa a férje végre a feleségét, semmit nem tudott a feleségéről. Azt tudta, hogy elvitték, és azt tudta, hogy baj van. Tehát veszélyben van, kórházi ellátásra van szüksége. Mondjuk én is meglepődtem, mikor szembesültem az a 8 hónapos, hogy én is elkezdtem telefonálni a sürgőre itt Kisvárdán a kórházba. Van egy munkatársamnak a fél sürgőségi ápoló. Na mondom, Zsolti, sürgősen hozzatok nekem valami segítséget, mert én még én sok mindent láttam már szülés, még nem vezettem el az életbe. Tehát ugye, azt azért mégsem. Tehát ez benne volt. Tehát ez benne volt ebben. Egy kicsit ez az a gondviselés. Tehát amikor azt tapasztalod, hogy segíteni akarsz valakin, akkor hinni kell abba, hogy a gondviselésben van annyi elegancia, meg van annyi előzékenység, hogy segít a gondviselésten abban. Hogyha én segíteni szeretnék, akkor ez jól szokott elsülni. Ez nem szokott rosszul elsülni. És akkor most is így volt, beültettük, mondta, hogy de hát nem félnek, hogy covidos vagyok, és mondta, hogy nem. Nem félünk. És beültettük, mondta, hogy dőljön hátra,
életemben ilyen lassan nem mentem még hozzá, teszem. Tehát ez nekem egy külön trauma volt, tehát én egy gyors etapban gyorsan szoktam vezetni, de ez egy komoly meccs volt, hogy ilyen 30-40-50 km/h nincsen semmi baj, Katerina, nincsen, menjünk tovább, ez így ment. A sötét éjszakában, ez úgy képzeld, hogy éjszaka 10-11 volt, mire megtaláltuk a hölgyet. Tehát keresni kellett ott a tanyavilágban, hogy megtaláljuk, hogy hol van, mert senki nem tudta. Kérdeztünk ezt is, azt is, amazt is, senki. De azt mondta, hogy volt itt egy mentő. Mondom, merre ment, nem tudom. Mondom, testvér, hát próbáld már megmagyarázni, hát mondom, nekem azt az, hogy meg kell találni. Hát ő nem tudja, kérdezzem meg a másik faházba lévőt, akik ukrán menekültek voltak. Megkérdezem, hát azok férfiak, hát ők se tudják, tényleg látták a mentőt. És csak elkezdtünk házról házra, hogy vajon hol lehet a Katerina, és a legutolsó házban, az egyik kis legutolsó faházak egyikében volt, ott feküdt. Ott feküdhet. Találkoztunk vásáros nemény alatt a férj meg a feleség, és nagyon jó volt látni ezt. Tehát ez jó érzés volt, hogy ezt meg tudtuk tenni, hogy oda tudtuk vinni. És... Szóval ez is egy apróság. Ezek nem nagy dolgok. Meg tudod tenni, hogy beülteted, meg tudod tenni, hogy elviszed. Ez is segítség. Tehát hogy azért mondom, hogy ha bárki, aki ezen a fórumon azt látja, hogy segíteni akar, számtalan lehetőség van. Tényleg a határmenti önkéntes pontokon is nagyon jól jön mindig minden segítség. Tehát mert most is csinálja egyik-másik ismerős, ami lehoz diákokat, egyetemistákat, ott vannak éjszaka, hazamegy, visszajön, visszaviszi őket, tehát ilyenek is vannak, azt tudom, hogy csinálják, mert találkoztam ilyennel, aki ezt csinálja. A videót a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom támogatta.